Szervusztok, üdvözlök mindenkit a Cirkusz Mindenki webinárium 2022-es évadjának harmadik etapjában. Mi nagyon különleges alkalom kapcsán rendezik ezt a webinárium évadot, ezt a sorozatot, mert ugye idén 20 éves a Magyar Zsonglőr Egyesület, és ennek kapcsán hogy azt képzeltük el, hogy különböző területekről mutatjuk be a munkánkat, és ez gyakorlatilag mindegy egy ilyen tortaszelet szeretnék megmutatni, hogy az a munka, amit a Magyar Zsonglőr Egyesület itt a rekreációs cirkusz, szociális cirkusz, szabadidős cirkusz kapcsán összehozott az elmúlt több mint 20 évben, az milyen felhalmozott tudást, milyen ismeretanyagokat, milyen tapasztalatokat hozott össze nekünk, és ezt hogyan tudjuk nektek érdeklődőknek a minél jobban átadni. Ma én vagyok a házigazdátok, szervusztok, én Pál László Bendegúz vagyok, mindenkit akkor üdvözlünk a mai webináriumon, és a mai előadónk nem más, mint Gajas Veronika, a Magyar Zsonglőr Egyesületnek a vezetője, és ő fog egy nagyon izgalmas témáról előadni nektek, úgyhogy át is adom Veronikának a szót. Köszönöm szépen, én is köszöntelek titeket, és nagyon örülök, hogy itt vagytok ma velünk. Valójában én úgy képzeltem, hogy egy kis játékkal fogunk kezdeni, mert számomra szinte minden cirkuszi foglalkozása egyrészt a játékról szól önmagában is, másrészt pedig a játék, mint kezdet, az egy fontos keretet ad neki. Úgyhogy én arra biztatnálak titeket, hogy használjuk ezeket a gombokat, amiket itt ad nekünk a Zoom, és hogyha megnézitek, akkor itt van ez a három kis pöttyöcske a More felirattal, és ott van a Reactions, a reakciók menü. Pont, úgyhogy én azt kérném, hogy ezt használjátok, és akkor szeretném megkérdezni, hogy tegye föl a kezét, az ugye így néz ki, hogy fölteszem a kezem, hogy tegye föl a kezét az, aki már vett részt cirkuszi foglalkozáson. És akkor most izgatottan várom, hogy Vera már volt. Remélem a többiek is. Ildikó is megtalálják, vagy a gombot, vagy a cirkuszi foglalkozást. Jó, hát akkor hárman már biztos voltunk. Nagyon jó, itt van egy olyan, hogy letehetjük a kezünket gomb, és akkor egy következő kérdéssel folytatnám, hogy tartottál-e már te magad cirkuszi foglalkozást? Tapsok érkeznek. Hogyha tartottál cirkuszi foglalkozást, tapsolhatsz is, illetve tedd föl, légy szíves a kezed. Én akkor most a tapsot választom, de ezt a like jelet is bátran. Szuper! Boldog petárdák is durrannak. Köszönöm szépen. És a következő kérdésem az pedig az lenne, hogy szeretnél-e szaltózni tudni? És akkor ilyen like jelet várnék attól, aki szeretne szaltózni tudni. Ezzel egyedül maradok úgy. Hoppá, még egy, most már kettel, hárman. Nagyon jó. És akkor azt szeretném tudni, hogy ki az, aki szeretne tudni öt labdával dobálni, és az, aki szeretne, az egy szívecskét nyomjon, légy szíves, és az, aki pedig nem annyira, az nyugodtan nevesse ki ezt a kérdést ezzel a kis jelecskével, hogyha szeretné. Illetve a következő kérdésem az már a chatboxot illeti, ami ebben ugyanebben a menüben egy kicsit följebb van, és hogy írjátok meg, léci, hogy hány éve voltatok utoljára cirkuszban. Itt a chatboxra kell rákattintani, és akkor oda be lehet gépelni. Tehát mondjuk egy, hogyha egy éven belül, mi számít cirkusznak? Bármi, amit te cirkusznak vélsz, de nagyon jó a kérdés, lehet, hogy erről egy külön webináriumot kellene tartanunk. Az inspirál, hát most nézőként gondoltam, de amúgy Verus már a következő kérdést is lecsapta.
Tehát amikor nézőként egy cirkuszi produkciót néztetek. 5 éve, 19-ben, minden nap, ha a hazai körülményekre gondolok, nagyon jó, 1 éve. És akkor ugyanitt a chatboxba szeretném kérdezni, hogy mi a kedvenc cirkuszi számod, tehát hogyha a zsánerekre, a disziplinákra gondolunk, akkor mondjuk a bohóc, a kötéltánc, a légtornász, a zsonglőr, a bármifajta más levegő, akrobata, lengő, trapéz, trapéz, vagy pedig akár ilyen ugrócsoport, vagy deszkaugrócsoport, bármi jöhet. Bohóc megvan, légtornás, zsonglőr, zsonglőr, légtornás, zsonglőr. Nagyon jó. Szuper, akkor itt elég nagy egyetértés van a zsonglőrbe, ami amúgy szívemhez közel áll, úgyhogy jó a csapat, az már biztos. És köszönöm szépen a válaszaitokat, gondoltam, hogy egy kicsit így bemelegítjük az ujjainkat, de hoztam egy másik játékot is arra, hogy bemelegítsük az ujjainkat, méghozzá amikor az egyik kezünkkel, ugye ez a zsonglőrködés, ez úgy kapcsolódik, hogy a két agyfélteke függetlenítése, illetve a két oldal függetlenítéséről van szó, ahogy az egyik kezünkkel magunk felé fordítjuk a tenyerünket, és mutatunk az egyik irányba, így, ahogy én is mutatom, és a másik kezünkkel pedig a tenyerünk kifelé van, és mutatunk egy négyest. Ezt egyébként a nyuszika és a vadászként is ismerős, akkor így szokott lenni, hogy a nyuszika meg a vadász. Én a négyessel is szeretem, úgyhogy van a vadász, és így üldözi a négyest, és aztán cserélnek, és visszafelé pedig megfordítjuk mind a kezeinket. Mivel ki vannak kapcsolva a kameráitok, én csak bízom benne, hogy jól szórakoztok, és hogy megpróbáltátok ezt. De hogy bárhogy is legyen, minden esetre én jól lekötöm magam közbe. Az, az nagyon jó. És akkor megfordul, hogyha odaér, hogy zseniális. És akkor igen, ilyenkor arra kell figyelni, hogy ne maradjon le a hüvelykujjunk se véletlenül, meg hogy nézem is, ahogy nagyon jó. Na, jó, jó. Az a jó ebben, hogy most úgy látom, hogy a nyuszika megmenekült mindenkinél, úgyhogy ez egy ilyen pozitív mintállatvédő. És akkor egy ilyen mini házi feladatként, mert ezt elsőre nehéz megcsinálni, de van akinek biztos sikerülni fog. Még egyet szeretnék mutatni, az úgy néz ki, hogy az egyik kezemen kinyitom a kettesével az ujjamat, tehát a két közelebbi van együtt, és köztük nyitom ki. És a másik kezemen pedig a két középső van együtt, és egyesével vannak a szélén. És hogyha ezt így áthúzom ezen a résen, akkor utána megcserélem a tartást, és úgy jövök vissza, és aztán megint megcserélem a tartást, és úgy jövök vissza. Aha, igen, ez ilyen gondolkozósabb, azaz, Ildi, nagyon jó. Az ember megszámolja az ujjait, mire sikerül megcsinálni. Nagyon ügyesek vagytok, és az a jó, hogy így látom, ahogy ilyen szikrák ugrálnak ki a fejetekből, és hogy mindenki nagyon koncentrál és gondolkodik, úgyhogy hát ezt azért is gondoltam, hogy akkor ez egy ilyen hosszú távú projektnek szántam, és ezt így tudjátok gyakorolni. Reggel egy fél órát, este egy fél órát, és akkor jövő héten megnézzük újra. No, most viszont ezután a kis bemelegítő után belevágnék a prezentációba, ami nagyon sok oldalúra sikerült, és hát ez biztos, hogy az én készségeim fejlődtek általa, mert szerintem ez a legszebb PPT, amit életemben eddig összehoztam,
És hogyha jól gondolom, akkor most látjátok a képen. Konkrétabb nevet adtam az előadásnak, hogy cirkuszpedagógia, mint komplex módszer és felhasználása, hiszen ugye előzetesen is azt ígértem, hogy az oktatásban és a szociális munkában való használhatósága lesz a fókuszban. Én nagyon sokban fogok hivatkozni a könyvre, egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült cikksorozat, illetve maga a könyv az egy jól sikerült munka lesz, másrészt meg azért, mert hogy így is szeretném növelni a letöltéseink számát, és mindenkinek ajánlom továbbra is, hogy a jongleur.hu-ról töltse le a Cirkusz mindenkié című könyvünket a tudástárból. No, és akkor most belefutottam egy technikai problémába. Hoppá, jó, ti is látjátok a második oldalam. A cirkuszt választom, és itt arra gondolok, hogy eszközként a cirkuszt választom, és itt próbáltam érveket felsorakoztatni, hogy valljon, és nyugodtan egészítsetek ki a chatboxba, hiszen most már annyira jól tudjuk használni, hogy ezeken kívül mi az, amiért még a cirkusz az egy izgalmas, vonzó dolog lehet bárkinek arra, hogy eltöltsön vele időt. Én összeszedtem, hogy mindenképpen egy sokszínű, szokatlan dologról van szó, ami változatos, vidám hangulatot áraszt magából, ilyen emberfeletti képességeket tanulhatunk meg, az öröm hatja át, megéljük a flow élményt, sikerélményünk lesz, rengeteg kihívással szembesülünk, amiket egyébként jó esetben sikerül meg is oldanunk, és akkor ilyenkor jön az elmaradhatatlan sikerélmény. Nyugodtan írjátok be, amíg valami eszetekbe jut. És aztán utána kerestem még érveket hozzá, méghozzá olyan érveket, amiknek van tudományos alátámasztottsága is, és nagyon fontosnak találtam azt megemlíteni, hogy azért is a cirkuszt választom eszközként, hogy egy foglalkozást tartsak, vagy pedig arra, hogy eltöltsem vele a szabadidőmet, mert ez mint művészeti nevelés, ez nagyon fontos készségekhez tud minket elvezetni, és két kutatásra szeretnék hivatkozni. Az egyik az Posner és munkatársainak kutatása, ez egy 2008-as kutatás, ahol azt figyelték meg, hogy a magas motivációs szint miatt a figyelem és az érzelem, illetve gondolatszabályozásának a képessége egyértelműen fejlődött, illetve átfogóan tekintve a kognitív működése is fejlődött a résztvevőknek. Illetve van egy 2012-es kutatás is, ahol Katerel és munkatársai azt figyelték meg, és ők kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetben lévő csoporttal foglalkoztak, hogy a művészeti foglalkozások által javultak az eredményeik az akadémiai előmenetelben, és itt az akadémiaiban kifejezetten erre az akadémiai tudásra, tehát hogy a tárgyi alapokon, tényadatokon alapuló tudásra gondolunk, tehát ebben jelentősen fejlődtek, javult az elköteleződésük, és emellett pedig a civil társadalommal való érdeklődésük és a társadalmi kérdésekkel való foglalkozásuk is erősen javult. És ami nagyon érdekes itt, hogy összességében azt a megállapítást tette ez a kutatás, hogy azok a, ugye itt szociálisan hátrányos helyzetű, tehát tudásban és úgymond tanultságban is lemaradtabb fiatalokról beszélünk, mégis a megfigyelési időszak végére az átlag populációhoz hasonló akadémiai előmenetelt mutattak. És ezt egy ilyen személyes példával is szeretném alátámasztani, hiszen a már sokszor hivatkozott Pince klubos csapatunknál is megfigyeltük azt, hogy az egy dolog, hogy ők egyébként
úgymond szegregált roma fiatalokból a Pesterzsébeti iskolában példaképekké váltak sokak számára, de odáig is eljutottak, hogy a tanulmányi versenyre a kerületbe őket küldték el, mert hogy látszódott a figyelmükön és a tanulmányi eredményeiken is az, hogy mennyire sokat fejlődtek. Persze mi nem jutottunk odáig, hogy ezt kimutassuk konkrétan számosított formában, de mégis ez azért magáért beszél ez az eredmény. Aztán a cirkuszt választom azért, mert az életre nevel, és ezt is egy tapasztalati megfigyeléssel, saját élményünkkel kezdeném, hiszen azt láttuk az évek során, hogy egyre több olyan alapkompetenciát tudunk felsorolni, amik fejlődnek a foglalkozások során. Tehát ha már csak arra gondolok, hogy egy előadás építése által megtanulnak folyamatokat építeni, megtanulják azt, hogy hogyan lehet A-ból B-be eljutni, vagy hogyan lehet a kis részekből utána egy nagy célig felépíteni egy folyamatot, amit utána az élet bármely területén tudnak használni, és hogy ezeket nagyon széles körben tudják ezeket a készségeket és kompetenciánkat használni, amiket nálunk szereznek, és igazából évekig tartott, amíg ezeket szépen sorjába tudatosítottuk. És éppen ezért volt az, amit említettem már egyszer, hogy az EduCircation nevű európai hálózatunknak egy idő után az lett a szlogenje, hogy we teach more than circus, we teach life skills, tehát, hogy mi többet tanítunk csak a cirkuszi készségeknél, hanem mi igazából az élethez szükséges készségeket adjuk át. És ezt szeretném továbbvinni, szintén egy tudományos kutatás megemlítésével, és itt egy amerikai kutatásról van szó, ezeknek egyébként az előbbinek is, illetve ennek az ICOS kutatásnak is megtaláljátok a draftját egy tavalyi kiadványunkban, ami szintén a zsonglor.hu tudástárában megtalálható, és 30 olyan kutatást gyűjtöttünk össze az elmúlt 20 évből, amik alapvetően tudományos kutatások, és bemutatják különböző szempontokból azt, hogy milyen előnyei vannak a cirkuszi gyakorlásnak. Úgyhogy ezt az amerikai kutatást is ott meg lehet találni hosszabb formájában. Én kifejezetten az eredményeket szeretném most itt feltárni. Az ICO, az amerikai, tehát ez az American Youth Circus Organization, valójában a szabadidős cirkuszi oktatásnak egy ilyen szövetsége ez Amerikában. Amikor Youth Circusről beszélünk, tehát ifjúsági cirkuszról, akkor ott a szabadidős cirkusz is értendő alatta, de ez nagyon sokszor vagy vegyes csoportokat is jelent, tehát, hogy társadalmi szempontból hátrányos helyzetű résztvevők is vannak, vagy pedig jelenthet kifejezetten hátrányos helyzetűekkel foglalkozó, de alapvetően azért itt szabadidős cirkuszról beszélünk. És ők kifejezetten a SELT, vagyis a Social Emotional Learning, a szociális és érzelmi képességek és tanulás, tehát ezeknek a képességeknek a tanulását mérték, 8 szervezet, 14 programjában, és ez egy 9 hónapos elég nagy mintavétellel folyó kutatás volt, tehát több mint 1000 bevont résztvevőt mért ez a program. Tehát innen a szociális és érzelmi tanulástól folytatnám, hogy mit is sorolnak ide. Ugye egyrészt az önismeret és éntudatosságot, önmenedzselést, a társas tudatosságot, a társas készségek és a felelős döntéshozatalt. Ugye ezek szintén megint nagyon fontos készségek, amiket
Hát nem tudom, mi lesz így, hogyha nem tudok beszélni. Iszom még egy kicsit, és akkor innen. Tehát, hogy általában ezeknél a szociális érzelmi készségeknél nagyon sok kutatás és mérés van az elmúlt időszakban, tehát ez úgymond egy felkapott téma lett az oktatásban. Szerintem mindannyian találkoztatok már vele, hiszen onnantól kezdve, hogy egy iskola kvázi felvállalja azt, hogy ők nem csak tényadatokat szeretnének átadni, hanem valamelyest másra is szeretnék az életben nevelni a fiatalokat, illetve az odajáró tanulókat, akkor ezek a készségek, ezek mind nagyon fontosabbá válnak és megjelennek. Tehát, és ez mindenképpen az oktatásnak egy fontos fókusza is kell legyen, és azt gondolom, hogy innentől válik izgalmassá egy oktatási forma, amikor felfedezzük ezt, hogy mi többek vagyunk annál, mint hogy egyszerűen információkat adjuk át. És hát ebben a kutatásban azok az ismérvek, amiket használtak, illetve annak mentén hasonlítottak össze tanfolyamokat egymással, hogy egy adott tanfolyamnak a tanterve mekkora kihívást jelent, illetve jelente kihívást egyáltalán a résztvevők számára, hogy a trénerek mennyire felkészültek, és ez a képzés mennyire jelent egy nem csak abból a szempontból intenzív képzést, illetve nem elsősorban azért, hogy a gyakoriság maga miatt, hanem azért, hogy tehát magára, a személyiségre ez egy meghatározó, egy különlegesebb, úgymond terhelést mér. És tehát itt a kihívás jelentő tanterv volt a kulcs szó. A második fontos dolog az a válaszkészség volt, és ezt a responszív oktatásként fogalmazzák meg, ahol az oktatónak nagyon fontos plusz tudással kell rendelkeznie, hiszen képesnek kell lennie arra, hogy lereagálja a tanulónak a mindenfajta reakcióját, frusztrációját, akár ha unalommal, vagy akár hogyha szorongással válaszol egyes feladatokra. És itt ugye az a nehéz feladata az oktatónak, hogy ezt a stressz szintet, ezt ő abban a formában tudja kanalizálni, hogy nem uralkodik el a tanulón tulajdonképpen az a fajta idegesség, vagy a túlságos frusztráció, hanem képessé teszi őt arra, hogy meg tudjon birkózni az adott feladattal, és hát azért is jelent ez egy sokoldalú tudást az oktató részéről, hiszen rengetegféle viselkedéssel találkozhat, és valójában neki egy jó reakciókészséggel kell rendelkeznie. Tehát az biztos, hogy valamilyen választ kell tudni adnia a tanulók reakcióira, és méghozzá egy olyan választ, amivel azok az energiák a legjobb irányba tudnak utána terelődni, és át tud alakulni az a fajta energia, ami megjelenik a tanulóban, egy jófajta feladat teljesítésre alkalmas energiává. És hát ugye ez egy nagyon érdekes tréninget is jelent, és egy kihívást az oktató számára, és ez biztos, hogy azt jelenti, hogy innentől az oktató nem söpörheti úgymond szőnyeg alá egyetlen tanuló reakcióját sem, és innentől kezdve mindenképpen ki kell lépni a frontális oktatásból, illetve egyéni válaszokat kell tudni adni a tanulók igényeire és reakcióira. És ez egyfajta kölcsönösséget is jelent az oktató és a tanuló között. Tehát tulajdonképpen ezt vizsgálták, hogy mennyire igaz az adott programra, a vizsgált és ezzel a cirkuszi foglalkozásokkal összehasonlított programokra, mennyire igaz, hogy az oktató képes erre az egyéni válaszoknak a megadására, és hogy ténylegesen mennyire reagálja le a tanulóknak az energiáit, válaszait.
Illetve a harmadik, ami szerint megfigyelték ezeket a tanfolyamokat, az pedig az, hogy a fiatalok milyen mértékben köteleződtek el az adott cél iránt. És hát ezek a alapján a három vizsgált mutató alapján azt mutatták ki, hogyha tehát két kategóriában hasonlították össze a cirkuszi foglalkozásokat. Az egyik, hogy összehasonlították átlagos délutáni foglalkozásokkal, ezek alatt olyasmit kell érteni, mint mondjuk, hogyha együtt tanultak, tehát volt egy tanulóklub, nem volt kifejezetten egy speciális fejlesztési modell, vagy mondjuk tehát kifejezetten csak egy egyszerű együtt töltött foglalkozás volt, ehhez képest magasan túl teljesítettek a cirkuszi foglalkozások, és egyébként pedig sok esetben a speciális foglalkozásokat is, tehát ahol mondjuk tájcsíztak, zenét tanultak, komplexebb tánc vagy mozgáskultúrát tanultak, azokhoz képest is minimum olyan jól, vagy pedig jobban teljesített a cirkuszi foglalkozás. És hát itt ugye arról a fajta cirkuszi foglalkozásról beszélünk, amiben megjelenik komplexen maga a cirkuszi mozgásforma, tehát sokféle mozgásformát tanulnak, és erről mindjárt beszélni is fogok, sokféle mozgásformát tanulnak, és megjelennek a játékok, megjelennek a pedagógiai elemek, megjelennek a kreatív elemek, és megjelenik a cirkuszi foglalkozásban a művészeti nevelés is, tehát valamilyen fajta előadó művészeti, vagy pedig alkotó, létrehozói feladatokat is elvégeznek a tanulók. Úgyhogy ezt a kutatást is részleteiben meg tudjátok találni a zsongler.hu oldalon, illetve ajánlom egyébként a YouTube csatornánkat is, ahol kifejezetten ezzel a SEL hívó szóval, tehát a szociális és érzelmi tanulás hívó szavával egy videót is készítettünk, és ez még jobban és részletesebben kitér erre a kutatásra is, ahogy egyébként még több kutatásra is, amit ebben a témában készítettek és összegyűjtöttünk. Én szeretnék itt tovább menni a cirkuszpedagógia használati területeire, hiszen múltkor is nyilvánvalóvá vált az, hogy hogy mindenkinek ugye az a természetes, ahogy ő találkozott a cirkuszpedagógiával, pedig hát ez egy nagyon sokrétű sok területen meg tud jelenni, és sokféle felhasználásban lehet ezt a cirkuszpedagógiai eszköztárat használni. És akkor itt megemlíteném a szabadidős cirkuszt, vagy hát én ezt a négy kategóriát sorolnám itt föl, amiket egyébként teljesen a... Hát ez egyfajta... Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül egy standard, de hogyha én azt mondom bárhol Európában vagy a világon, hogy szabadidős célú, akkor azért a szakma ugyanezt érti alatta, hogy azok a délutáni foglalkozások, amikre egyébként beiratkozhatnak a fiatalok, a családok, a felnőttek, tehát azok, akik hobbi szinten szeretnének cirkuszt tanulni. Ez ugye abban különbözik nagyon a társadalmi integrációtól, hogy ide mindenki valami fajta motivációval érkezik, ha más nem azzal a gyerekek, hogy a szüleik szeretnék, hogy ide járjanak, de hogy azért itt mindenki olyan, aki már elszántan szeretne, vagy valahol megjelent neki az az elképzelés, hogy miért szeretne cirkuszt tanulni. A társadalmi integrációnál, ugye múltkor Szabó Márton kollégám hosszan mesélt erről a területről. Itt elsősorban a veszélyeztetett fiataloktól indult még legkorábban a szociális cirkusz használata, akik egyébként sokszor szegregált csoportok, kisebbségi csoportok, vagy a városszéli, akár nyomortelepeken élő, ezt nagyon sokszor ugye a dél-amerikai közegben megfigyeltük, vagy a szegény telepeken élő
fiatalok, akiknek egyébként próbálták az energiáját valamilyen irányba jól becsatornázni, és erre tűnt egy remek foglalkozásnak a cirkusz, és aztán utána szépen fejlődött tovább ez, hiszen azon kívül, hogy a fiataloknak az energiáját és az idejét lekössük, nagyon sokféleképpen tudjuk még a sikerélmény megtapasztalására használni ezeket a foglalkozásokat, vagy azért, hogy találkoztassanak egymással különböző csoportok, vagy azért, hogy a tanult tehetetlenségüket valahogy megpróbáljuk, segítsünk nekik túllépni, akár az agresszió levezetésre, tehát nagyon sokféle céllal már ezeket a társadalmi integrációs csoportokat lehet folytatni, és tényleg kifejezetten célzottan egy-egy készség, vagy valamilyen érzelmi területnek a szabályozására. A terápiás célú csoport, ezt itt ugye kifejezetten azt sorolnám ebbe a csoportba, ahol amikor valamilyen mozgásszervi fejlesztést végzünk, illetve figyelem koncentráció fejlesztése, tehát akár egy terápiás céllal célzottan valamilyen kognitív készségben tudjuk őket fejleszteni. És egy negyedik csoportnak vettem a közösségi célút, és kifejezetten azért, amiért múltkor is említettük ezt a témát. Én hiszek abban, hogy ez tud lenni egy külön kategória, hiszen itt van egy kifejezetten célunk, tehát ez különbözik annyiban a szabadidős célútól, hogy nem csak a célért vesznek részt a résztvevők, hanem elsősorban egy eszközként használjuk a cirkuszi foglalkozásokat, és méghozzá arra, hogy valamilyen fajta közösséget építsünk általa. És hát megtaláltuk egyébként a YouTube-on olyan videókat, ahol csapatépítőre is használtuk a cirkuszi foglalkozást, illetve olyat is, ahol egyébként egy általános iskolának az osztályközösségéhez, osztályközösségét építettük általa, és most folyik egy olyan programunk Veszprémbe, ahol pedig egy egész lakótelepen az úgymond a lakóközösséget próbáljuk összehozni a cirkusz által. Én nagyon sokat gondolkoztam azon, és ez egy teljesen szubjektív megfogalmazás, vagy egy ilyen képlet, amit itt leírtam, hogy miért, tehát hogy mi a módszertana egyáltalán a cirkuszpedagógiának, és miért olyan komplex a hatása, és nekem ebben a kis képletben jelent meg, hogy vesszük a cirkuszművészetet, és párosítjuk egy pedagógiai hozzáállással, és mind a kettő már magában egy nagyon széles és dús eszköztárral rendelkező terület, tehát maga a cirkuszművészet is, és maga a pedagógia is, és ezt most kibontanám, hogy mire gondolok. Egyrészt a cirkuszművészeti oldalról először, és aztán a pedagógiai oldalról. Egyébként nagyon sokat gondolkodtunk Marcival azon, hogy a cirkuszművészet és a pedagógia, hogyha egy ilyen halmaz elméletben szeretnénk kifejezni, akkor vajon ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, tehát hogy ezek átszövik egymást, vagy az egyik magába foglalja a másikat, melyik a nagyobb, melyik a kisebb, és hogyan ölelik körbe. Arra jutottunk igazából, hogy ez valójában oktatónként változik, és a csoport céljaitól függően, és a preferenciákként, de hogy mégis valahogy úgy éljük meg, hogy ez a fajta pedagógiai hozzáállás, ez így körül öleli magát a cirkuszművészetet, kvázi körül lengi és áthatja, és aztán abból lesz oktatóként egy valami fajta mindig különböző fajta megnyilvánulás.
Na most, hogy a cirkuszművészet mitől rendelkezik komplex hatással, ugye egyszerre beszélünk három komponensről, az én elméletem szerint, mondom, ez egy teljesen szubjektív dolog, ahogy lebontottam. Nekem ez a három komponens, ez a mozgás, a művészeti komponens és maga a csoda eleme, és ezeket néznénk most végig. A mozgás alatt azt értem, hogy maga, mint a mozgásforma a cirkuszon belül, egy nagyon sokoldalú mozgásforma, és pont azért, mert sokoldalú, azért sokféle igényre képes reagálni. De az, hogy sokoldalú, az alatt azt is értem, hogy sokféle zsánerből áll. Tehát, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ugyanúgy a cirkusz része a zsonglőrködés, ahol egyébként tárgyakat tartunk a levegőbe, vagy forgatunk magunk körül, és milyen tér érzékelésre, szemkézkoordinációra, egyébként kézkoordinációra, finom motorikára van szükség hozzá, de még akár a zsonglőrágakon belül is különböző készségek szükségesek hozzá, és ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mondjuk a kötéltáncolás, amely megint egy másik, egy inkább az egyensúlyszervünkre és ható, vagy akár összevetjük ezt a szaltóval, ahol ugye már bejönnek a testnek egy teljesen más típusú mozgásai, vagy pedig a kézenállásnak, ahol meg már a fordított testtartások is bejönnek, ami persze megjelenik a nagyon sokféle ágán, a partner akrobatikától kezdve, akár a légi akrobatikáig, ahol még a lábunk se éri a földet. Tehát, hogy nagyon sokféle kihívással találkozunk, és nagyon sokféle mozgásformát tudunk megtanulni, amelyek egyébként, és ezt én ki is emeltem itt a fönti részen, mind nem is tudom, hogy magyarul erre van egy jó szó, én physical literacy néven ismerem, és ugye itt valójában a testi műveltségünkről van szó, és megint ez egy nagyon érdekes téma szerintem, hogy a műveltségen belül, és akkor itt akár az iskolai oktatásra is gondolhatunk, vagy csak a saját hozzáállásunkra, vagy a világ megközelítésére, hogy a műveltségen belül mekkora hangsúlyt helyezünk arra, hogy maga a testi műveltségünk mennyire kifinomult, vagy mennyire megdolgozott. Tehát itt megint ugye az akadémiai és a tény adatokon alapuló tudással és az úgymond fejben zajló műveltséggel szeretném összehasonlítani, és szerintem ez egy nagyon fontos terület egyébként, amiben szintén a szabadidős cirkusz egy remek eszköz tud lenni, hiszen mindenképpen ezt a testi műveltséget nagyon sok oldalról tudjuk megtámogatni. Itt szeretném azoknak, akik angolul beszélni, felhívni a figyelmét arra, hogyha rákeres erre a szóra azzal, hogy cirkusz összefüggésben a YouTube-on, akkor meg fog találni egy olyan videót, ahol a szintén már általunk sokat emlegetett Reg Bolton, Reginald Bolton, aki a szabadidős cirkusznak egy ős atya és nagy alakja. Reg Boltonnak az öt új allegóriájával összefüggésbe hozza. Ezt vissza tudjátok nézni, erről tavaly külön Szabó Márton kollégám egy külön előadást tartott, úgyhogy mindenkinek ajánlanám, hogy nézze meg, hogy mit jelent, hogy a tenyér és az öt új összefüggésében mit tud adni a cirkusz a résztvevők számára. Úgyhogy itt még egyébként külön felhívnám a figyelmet ugye ezekre a fordított testtartásokra, amik egyébként különlegesen fontosak a primer reflexeknek a leépítésénél is. Tehát, hogy én például találkoztam azzal, hogy a cirkuszt egy egyébként nem cirkusszal kapcsolatban írott könyvről, ahol az elsődleges reflexek leépüléséről volt szó, ott is megemlítik a cirkusz gyakorlását,
hiszen azokat a reflexeket, amiket még egészen kisbabakorunkban hozunk magunkkal, ki, és utána ezeknek le kell épülni ahhoz, hogy a magasabb idegrendszeri funkciókat át tudják venni a helyét. Ezeknek a leépülésében kiemelt szerepe van egyrészt a keresztező mozgásnak is, ugye, másrészt pedig a fordított testtartásoknak is. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy a mozgás formája és fajtája az nagyon kiemelkedő, amit a cirkusz által meg tudunk tanítani. És akkor tulajdonképpen már lefettem ezt a következő témát is, hiszen beleszültem az elmondottakba, hogy ez a sokféle mozgásforma nagyon komplex hatással bír, és nagyon, tehát hogy szinte egyszerre jelenik meg nagyon sok a hatások közül, és talán szét sem választhatóan. Tehát meg tudunk figyelni egy-egy eszköznél egyfajta fókuszt, vagy hogy mi az, ami kifejezetten erősen fejlődik, de összességében mégis azt kell mondanunk, hogy nagyon komplexen kihat, és nagyon sok oldalúan fejleszti a készségeket, képességeket. Illetve itt még az adaptált módszereket írtam föl, amiről végül készítettem egy külön diasort, úgyhogy erre majd vissza fogunk térni, hogy a cirkusznak, a mozgásformáinak az adaptációja, és egy könnyített, egyszerű formában hogyan tudjuk használni a különböző akár szociális cirkuszi, akár szabadidős cirkuszi területen, és hogy ezeket a módszereket hogyan tudjuk elérhetővé tenni, akár a cirkusszal ma találkozó résztvevők számára, és úgy, hogy sikerélményt éljenek meg. A művészet, ugye ez a második komponens a cirkuszművészeten belül, és itt a művészeti nevelés, mint a cirkuszművészeti foglalkozásokban rejlő potenciált, ezt emelném ki, és két részt is megkülönböztetnék, mert fontosnak tartom, hogy van, mint művészet, egy alkotó folyamati része, és van egy előadó művészeti része, és mind a kettő ugyanannyira fontos. Hiszen egy alkotó folyamat során tulajdonképpen a kreatív készségeinkre van szükség, amellett persze, hogy egy folyamatot építünk, de hogy itt tudjuk leginkább a kreatív képességeinket használni, és itt tudjuk az improvizatív képességeinket is használni annak érdekében, hogy felfedezzünk magunkba valami újat. És ez a fajta folyamatos felfedezés, amit magunkból alkotunk, az által tudunk egy kreatív folyamatba kerülni. Én azt gondolom egyébként, és én magam is átmentem ezen, hiszen 24-5 éves voltam, amikor elkezdtem cirkusziskolába járni, és előtte én nem gondoltam magamról, hogy egy kreatív ember vagyok, de azt gondolom, hogy ez csak azért volt, mert soha senki nem mutatta meg nekem, hogy ez egy tanulható, és egy bizonyos szintig mindenképpen egy elsajátítható dolog maga a kreativitás, és ezt ugyanúgy meg lehet tanulni, mint ahogy egyébként bármi mást is meg lehet tanulni. És nyilván most nem a magas szintjéről beszélek, de hogy az az állítás, amit én nagyon sokszor hallok a foglalkozásaimon is, hogy ó, nekem nem jut eszembe semmi, és hogy nem tudok kitalálni semmit, hogy ezek ugye igazából csak annak az eredményei, hogy még nem gyakoroltam, még nem ment át olyan folyamatokon, amikor igenis megtapasztalta azt, hogy egyébként a gondolataim jönnek folyamatosan, és azok a gondolatokat, hogyha elfogadom jónak, akkor számtalan jó ötlet fog belőlük táplálkozni, csak hát ugye azokkal a nem és tagadó utasításainkkal, amiket magunknak is adunk, ezeket nagyon könnyen el tudjuk folytani. Tehát mindenképpen a művészeten belül az, hogy megélünk egy alkotó, egy kreatív folyamatot, ez egy nagyon fontos a cirkuszi foglalkozásban, illetve az is, hogy utána kiállunk ezzel és előadjuk. És itt igazából mindenképpen arban gondolkodjunk elsőként, hogy egy védett környezetben való előadásról beszélünk,
ahol a sikerélmény az tulajdonképpen garantált, hiszen az a jó tanárnak a feladata, és bevallom én is néha mellé fogok, hogy, hogy fel tudjuk mérni jól azt, hogy mekkora közönség előtt, és milyen típusú közönség előtt tud a tanulónk úgy megmutatkozni, hogy ő biztosan sikerélményt érjen el. Én egyébként azt gondolom, hogy itt tudnak hatalmas csodák történni, mert már amikor egy előadásra készül egy tanuló, akkor is az átismétlések által, ami a sokszori próbák alatt megnyilatkozik, illetve maga az az izgalom, ami átszövi ezt, annyi ötlet születik, és olyan hirtelen tudnak beírni trükkök, és olyan hirtelen tudnak megszületni ötletek és ötletekből felfűzve kis mini előadások, hogy az igazából nekünk magunknak is meglepetést tud okozni, hogy mit tudunk utána egy színpadon megjelentetni. És a harmadik komponensként pedig a csodát szeretném említeni, ami szerintem egy nagyon fontos fűszere ennek a cirkuszi foglalkozásoknak, illetve hogy elsősorban ez adja szerintem a motivációját is, de ez adja az egésznek a hangulatát is, amit átélünk. Tehát, hogy ez nem mindenképpen kijelenthető, hogy nem egy hétköznapi dologról beszélünk. Mi magunk is megéljük még sok év után is azt a különlegességet, amit ez ad nekünk. Megélünk egyfajta szabadságot is, és ugye az előbb beszéltem a védettségről, hogy mindenképp fontos, hogy ezt a szabadságot úgy tudjuk megélni, akár a kockázatvállalás, vagy akár a kreativitás, vagy a magunk felvállalása tekintetében, hogy ez egy védett környezetben legyen, és ezt általában az oktató megteremti, hogy meglegyenek azok a keretek, amelyeken belül mi tulajdonképpen kockázat nélkül meg tudjuk élni ezt a szabadságot is, ezt a igen, leginkább szabadságot. És akkor itt még a karakterek, mint archetipusok, ezt csak röviden említeném meg, bár ez egy nagyon izgalmas és nagyon nagy téma, hogy ezek a karakterek azért, ezeknek van egy maguk mögé rejtett ilyen archetipikus, akár mítikus világa, és Bendegúzzelebben nagyon sokat gondolkodtunk már életünkben ezen, hogy ugye az állati domár, aki igazából a saját ösztönvilágának a megszelidítője, hiszen az állatok, mint az ösztönvilág, vagy pedig a légtornász, aki a repülő angyalokhoz hasonlóan, vagy ilyen különleges lényekhez képest, különleges lényként tud a levegőben maradni, vagy akár a kötéltáncos, aki két világ határán egyensúlyoz, tehát hogy nagyon érdekes jelentéstartalom van még egy-egy karakter mögött, amiket valójában feltehetőleg mi megélünk akkor is, hogyha ezt nem tudatosítjuk magunkba, és én ezt mindenhez a csodavilághoz sorolom. És akkor most érnénk rá ugye a másik dologra, ugye a cirkuszművészet plusz pedagógia, az volt itt a képlet, és akkor erről a pedagógiáról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi is ez, ami átszövi. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy itt onnantól indult be a szabadidős cirkusznak és a szociális cirkusznak is ez a fajta színesedése, hogy olyan szakemberek kerültek a képbe, és olyan pedagógiai koncepciók és pedagógiai módszerek, amik által tulajdonképpen a cirkusz színesedett. Tehát nem arról kell az én meglátásom szerint beszélni, hogy a cirkusz kifejlesztett egyfajta pedagógiát, és itt nem is a trükkök tanításáról beszélek, hanem egyfajta szemléletről, és hogy ezek olyan hozzáállások, amivel mi tudjuk színesíteni, hogy hogyan és milyen céllal tanítjuk magát a cirkuszt. És ezek tulajdonképpen keretek, és itt azért szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy
ezt nagyon szabadon értelmezze és vigye bele munkájába, hiszen most, akik itt vagytok, alapvetően ilyen háttérrel rendelkeztek, tehát van nagyon sok tudásotok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet mondjuk egy drámapedagógiai foglalkozást lefolytatni, és hogyha ezt a drámapedagógiai munkát színesítitek cirkusszal, akkor igazából szinte már ugyanott vagyunk, mint amikor én a cirkuszos elkezdem bevinni a munkámba a drámapedagógiát, csak ugye az arányok lesznek mások. És hogy akkor, hogyha van egy jó pedagógiai szemléletünk, akkor én azt gondolom, hogy tudja számotokra pótolni azt a fajta cirkuszi készséget, amit egyébként egy cirkuszi artista 10-15-20 évig gyakorol, és tudjátok ti helyettesíteni ezekkel a kreatív és innovatív ötleteitekkel azt, hogy amit egyébként akár egy ötrabda dobálásával mondjuk én ki tudok váltani csodaként a nézőkben, de mégis ti pedig tudtok olyan pedagógiai szemlélettel olyan megéléseket adni a fiataloknak, amikben ők átélhetik ugyanezt, csak másképpen. Tehát itt például említettem a drámapedagógiát, amit be lehet hozni, de akár csak egy, hogyha arra gondolunk, hogy egy projekthétnek a témájának veszitek a cirkuszt, akkor az is egy remek eszköz lehet. Én nagyon szívesen erről itt majd az informális részben szeretnék egy kis beszélgetést nyitni, hogy hogyan lehet a ti területetekre bevinni a cirkuszt, mert utána tulajdonképpen ezek azok az ötletek, amikből tud táplálkozni az, amikor egy cirkusz foglalkozás a pedagógiával átszövődik. De hogyha azt nézzük, hogy ezzel a tudással, amivel ti rendelkeztek, egyébként egy artista vagy egy cirkuszi foglalkozás vezető nem rendelkezik, akkor is arról azt tartom én fontosnak, hogy rendelkezzen azzal a szemlélettel, amit szerintem egyrészt kreatív, másrészt pedig innovatív. És a kreatív az azt jelenti, hogy képes egy adott módszert szabadon használni, tehát például, ha csak veszek egy olyan példát, hogy van a tűz-víz-levegő játék, amit mondjuk mindannyian ismerünk, és ez a tűz-víz-levegő játékot, amit egyébként én testnevelés órán játszottam, de ezt tulajdonképpen tudom cirkuszosítani és bevinni a saját órámba, hiszen vagy átnevezhetem különböző cirkuszi zsánerekké, amiket ilyenkor imitálniuk kell, vagy pedig különböző pózokká, amiket egyébként gyakoroltatni szeretnék velük, vagy különböző trükkökként, és akkor tulajdonképpen ugyanazt a játékot játszok, csak egyfajta kreativitással és egy szabad használattal alkottam belőle egy olyat, ami már a cirkusz nyelvén beszél. És éppen ezért gondolom, hogy ha egy ilyen kreativitással állunk hozzá, hogy tulajdonképpen én bármelyik területről bevonhatok, akár a zene területéről, hiszen nagyon sokszor ritmusjátékokat viszünk be az órába, vagy akár egyébként a matematika területéről a számolással kapcsolatban. Tehát nagyon tényleg teljesen nyitottan értelmezzétek ezt a kategóriát. Ezeket a feladatokat én bevonhatom, és utána átalakítom, és ezért ez egy mindig megújuló, és ezért ez egy végtelen eszköztár tulajdonképpen. Bárhonnan meríthetek, akár a mesélésből, akár a tényleg bármelyik tantárgyból. És amiért innovatív, az pedig azt az aspektusát értem ez alatt, hogy nekem tudnom kell mindig ezt a saját helyzetemre és az adott személyekre szabni. Tehát szerintem nagyon nagy része tud egy órának izgalmasan úgy alakulni, hogy tulajdonképpen a tanulók adják az ötletet egy adott feladatból való továbblépéshez.
És itt még a pedagógiai szemléletnél visszahoznám azt, ami az amerikai kutatásnál is bejött, hogy ugye egy responszív oktatási formáról beszélünk, tehát hogy reagálunk arra, hogy a tanulónak milyen igényei vannak, és az ő energiáit próbáljuk a legjobban kanalizálni, hogy a kör alapú, tehát hogy egyfajta egyenrangú hierarchiában és egymást nézve, egymásra tekintve mindenki, mindenkit lát, alapon egy csapatként dolgozunk, illetve hogy mindig a felfedezés és a kutatás az része az órának, és az egy pedagógiai eszköz is, hogy kikutatjuk, és hogy magunk fedezzük fel, hogy nem feltétlenül egy szabályokat fektetünk le, és megmondjuk, hogy hogyan kell egy adott dolgot csinálni. Én azt hiszem, hogy egyébként nagyon sokféleképpen lehet, és mindegyik vezet valahova, hanem ennek megadjuk a felfedezési és a kikutatási lehetőségét. Egyébként is mi is megint csak ott tartunk, hogy mi is tanulunk ezáltal. És akkor itt megint visszaköszön az önállóság és az egyéniség kérdése. És az értékrend kapcsán pedig tulajdonképpen erről egy külön fejezet is szól a könyvben. Én ezt azért hangsúlyoznám nagyon a pedagógiánál, mert hogy szerintem borzasztóan fontos az, hogy egy oktató tisztázza a saját értékrendjét, hiszen azokat a dolgokat, amiket ő értékként ismer el a világban, azok a dolgokat fogja a tanulóiban is értékként elismerni, és innentől jó, ha egyfajta önismerettel így képesek vagyunk magunkba nézni, és belátni azt, hogy ha én mondjuk eddig egy kifejezetten teljesítményorientált ember voltam, és akkor nekem bizony fejlődnöm kell abba, hogy más ismérvek alapján is el tudjam fogadni a tanulóimat, és ne azt súlykoljam beléjük ezáltal a teljesítményorientáltságom által, hogy minél többet és minél jobban kell csinálniuk, hanem nekem akkor fejlődnöm kell az elfogadásban és ebben az együttérzésben, hogy mindig az lesz a kérdés, hogy ő magához képest hogyan tud fejlődni, és hogy ő magához képest milyen sikerélményt él meg. Úgyhogy én ezt az értékrendet így nagyon röviden, nagyon pongyolán így hoznám be, hogy szerintem fontos mindenképp, hogy egy oktató tisztelze magába. És hát az adaptált cirkusz, itt két témáról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy szeretnék hozni olyan példákat arra, hogy hogyan fejlődnek maguk a cirkuszi eszközök, másrészt pedig megemlítenék néhány adaptált cirkuszi módszert, amiket bevonhattok ti is a munkátokba, illetve amiket én nagy tisztelettel övezek így a világban. Hát a szabadidős cirkuszi eszközök kapcsán szerintem fontos az, hogy már ott is az eszközök nagyon sokszor leegyszerűsítésre kerültek, és ezért pont a már korábban említett célból, hogy könnyen hozzáférhetővé tegyük kezdők számára is, hiszen a szabadidős cirkusznál nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy nem kifejezetten, és nekünk nem is célunk kifejezetten sportként hozzáállni, holott azért a kimenetében nyilván a mozgás által egyre fittebbek lesznek a tanulók, de mégis már belépőként is legyenek olyan eszközeink, amelyek által el tudnak kezdeni gyakorolni. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog egy oktatónál, hogy hogyan építi fel, hogy hogyan találja meg azokat az eszközöket, amikkel lépésről lépésre tud haladni. És például ugye a cirkuszi, most is a cirkuszfesztiválon volt úgymond a golyószám, ami ez a nagy, nehéz cirkuszi golyó, amin sétál az ember, és sokszor fölmennek ilyen szerpentineken is körbe-körbe. Na hát ennek például egy leegyszerűsített formája a hordó, ami ugye már csak egy irányba gurul, nem pedig minden irányba, ezáltal sokkal könnyebben tudunk fölállni rá, és sokkal könnyebben el tudunk indulni rajta. Vagy a virágbot, ami ez megint csak egy szubjektív vélemény, én azt gondolom, hogy az ördögbotnak
a súlyozás által egy könnyített változatam, és ezáltal, hogy a súlyozások átkerültek, egy sokkal könnyebben levegőben tartható tárgyá vált, és könnyebben hozzáférhető, és el tudnak kezdeni vele gyakorolni. Nem hiába van az, hogy több ezer, vagy nem is tudom, szerintem az ország, csak Magyarországon évente eladhatnak 5-6 ezer virágbotot évente a gyártók, fiatal gyerekeknek, akiknek aztán egy részen mégse használja, de az biztos, hogy ott, amikor kipróbálta, akkor tudott vele valamit csinálni. És hát a poi is, a meteornak és a szallag egy egyszerűsített le könnyített formája, vagy a hemók ugye a szilkhez képest egy könnyített forma, hiszen már úgy lehet elkezdeni légiakrobatikázni, hogy nem kell tudni megtanulni bicepsből, nem kell tudni tartani magunkat a levegőben, miközben csomózzuk be magunkat. De ugye a gólyalábnak is számos olyan formája van, ahol már az egyensúlyozás sokkal könnyebb, mint egyébként egy gólyalábon, amely, tehát hogy már könnyebb lépkedni rajta, szinte maga megáll az ember, vagy van egy hajtókaros gólyaláb is. Tehát, hogy a szabadidős cirkusznál is ezt látjuk, hogy nagyon sok olyan eszköz van, ami közel hozza hozzánk, és elindíthat minket ezen az úton, és áthidalja azt a távolságot, amit mondjuk régen ugye tudatosan is megteremtettek a cirkuszi artisták, a közönség és önmaguk között, hogy ezek a mutatványok mindenképpen nagy attrakcióknak és hozzáférhetetleneknek tűnjenek, ezt hidalja át ezekkel egyrészt a pedagógiai módszerekkel, másrészt pedig az eszközöknek az alakításával a szabadidős cirkusz. És akkor itt ugye megemlítettem az eszközök evolúcióját, ami jelenti tulajdonképpen ugyanezt, csak egy más szempontból nézve, hogy pont azért, mert a cirkusznak is itt az új cirkusz, mint művészeti ágat is szeretném behozni, egy nagyon fontos eleme a kutatás, hiszen ma már nem tekintjük statikus tudásnak azt, hogy mit jelent egy cirkuszon belül, milyen trükkök léteznek és hány van belőle, hanem azt gondoljuk, hogy minden pillanatban bárki létrehozhat új variációkat, új trükköket, és pont ezáltal, a kutatás által, amire bátorítjuk a tanulóinkat is folyamatosan, hogy próbáljon ki új dolgokat, hogy amit az egyik oldalra megcsinált, azt próbálja meg a másik oldalon is, hogy amit megcsinált a mellkasa előtt, azt próbálja ki esetleg a háta mögött, vagy a lába alatt, vagy oldalt, vagy a nyaka mögött. Tehát, hogy ne szabjunk ilyenfajta struktúrát, vagy merev kereteket annak, hogy mit tartunk cirkusznak, vagy milyen trükkök léteznek. És akkor szeretnék megemlíteni négy módszert, ami létezik a világon, és ezekről szintén a könyvben részletesebben is olvashattok. Egyrészt a Handy Cirque-ről, ami hát egy módszerként indul, de igazából azóta van, aki kifejezetten a terápiás célú foglalkozást is Handy Cirque-ként nevezi meg. Egyébként ez a belga École de Cirque de Bruxelles iskolából indult, ez egy pedagógiai cirkusziskola, tehát ők cirkusz oktatókat nevelnek, és ők kezdtek el foglalkozni elsősorban Veronika Schönborn módszerére alapulva, aki egyébként egy tánc és mozgás módszert fejlesztett ki, kifejezetten értelmi fogyatékosok és fogyatékossággal élők, vagy testi fogyatékossággal élők számára. Úgyhogy ez aztán utána nagyon sok irányba tovább virágzott, de én szinte kimerem azt állítani, hogy Európában ők voltak az elsők még 2003-4-ben, akik már állandó fix csoportokkal dolgoztak, és használták ezeket a módszereket, mozgásmódszereket és kreatív módszereket arra, hogy cirkuszi eszközökkel foglalkozzanak fogyatékossággal élő csoporttal.
A cirkomotorik, ami egyébként szintén belga, Rika Teisma módszere, és szintén a Veronika Schönborn módszerén alapul, ami azért érdekes egyébként, én egyszer megkérdeztem Belgiumban, hogy miért van ez, hogy két ilyen fontos módszer is Veronika Schönborn módszerén alapul, és azt válaszolták rá, hogy mert egyszer csak, amikor konkrétan Veronika Schönborn körbe turnézta Belgiumot, és több száz oktatónak tartott foglalkozásokat, tehát ott nagyon erősen elterjedt ez a módszer, és utána ezt gondolták tovább. A cirkomotorikot mi egyébként leginkább a szülő-gyermek akrobatikában használjuk, tehát olyan páros gyakorlatoknál, ahol 5 évnél fiatalabb gyerekek dolgoznak együtt a szüleikkel. És itt van ugye egy, úgymond egy nagy résztvevőnk, és van egy kicsi résztvevőnk. A kicsi résztvevőnknek pedig itt nagyon fontos, itt is megvannak az alapelvek, hogy a törzs munkájával dolgozunk leginkább, és ezt a módszert használtuk a Bárciban is nagyon sokféle irányban, és nagyon jól működött egyébként 5 évnél idősebb gyermekeknél is, mert hogy ennek például az alapja, hogy megtanuljunk egymással dolgozni, megtanuljuk azt, hogy egymás ellen milyen dolgozni, és megtanuljuk azt is, hogy egymásért milyen dolgozni. Tehát ez a három fajta viszonyulás van, és azon kívül pedig, ahogy említettem, a törzs kapcsán, hogy nagyon fontos, hogy megtanuljanak egészen kicsire összekuporodni, hiszen ez utána nagyon sok mozgásban jót fog tenni, és hogy megtanulják elengedni magukat is, hogy megtanulják megfeszíteni az izmaikat, és megtanulják elengedni. És pont a Berciban volt erre egy nagyon jó módszer, amikor ezeket a feladatokat csináltuk, hogy ott egy olyan fiatalnak, aki egyébként szinte sosem tudta teljesen megfeszíteni az izmait, sikerült ezt az úgymond ilyen spagetti pózt, tehát amikor minden izmunk megfeszül, és egyetlen csíkba rendezzük a testünket, és sikerült ennél a feladatnál elérni nála, és ezek általában azért ilyen csodaságba mennek, én azt gondolom, hogy meg tudtuk találni azt a módját, amivel hatékonyan és játékos formában ezt előidéztük. Quadprops módszerét említeném, és most tényleg csak említés szintjén, mert lesz egy 5 alkalmas, egyébként zárt kurzus majd most, amit tartani fogok tavasszal, online formában, de egyébként majd lesz gyakorlati része is, és ott a juggleboardnak a formáit, trükkjeit lehet megtanulni. Ugye a funkcionális zsonglőrködés, tehát functional juggling néven nevezte el Craig a módszerét, és azon kívül, hogy ebbe most nagyon mélyen beleesnénk, tulajdonképpen itt az volt fontos nálam, hogy az oldalakat, illetve tehát, hogy felállított egy olyan sémát, hogy a jobb oldalam, bal oldalam egyszerre mozog, felváltva mozog, keresztezik egymást, és akkor ilyentén lehet az, hogy a két oldal keresztezi egymást, a két oldal nem keresztezi egymást, felváltva mozog, szinkron és aszinkron formában, illetve az a harmadik változóit, hogy teljesen mást is csinálok a két oldalammal, és ennek a képletnek a variálásával tulajdonképpen bármilyen tárgyal leképezhető, és egyébként akár olyan környezetben is, ahol semmilyen zsonglőr eszköz, hanem csak hétköznapi tárgyak állnak rendelkezésünkre, tudunk tárgyakkal ilyen játékokat produkálni ennek a képletnek az alapján. Erről egyébként hosszabban tényleg ajánlom, a könyvben tudtok olvasni. És az akrójóga, amit egyébként erről is sokféle elgondolás van, hogy hogyan fejlődött ki, de mindenképpen azt gondolom, hogy itt a partner akrobatikának
is van, tehát elindult természetesen a jóga felől, amire hatott a partner akrobatika, és egyre bonyolultabbi egyensúly helyzeteket gyakoroltak a résztvevők, de ugye a másik oldalról a partner akrobatikába is bevitt egy ilyen hozzáállást, és egy-egyfajta egyszerűsített és könnyebben hozzáférhető módszert. Akkor befejezésül pedig szeretném még megemlíteni, ezt a Veszprémi projektünket, amit korábban említettem, és méghozzá pont azért, mert itt a szabadidő cirkuszon belül egy nagyon fontos és számunkra is egy nagyon izgalmas új kihívás ez, hiszen közösségi cirkusszal mi még kevésbé foglalkoztunk, nagyon sokat foglalkoztunk már szabadidős cirkusszal, és nagyon sokat foglalkoztunk szociális cirkusszal, de hogy konkrétan hogyan fogjuk a nagy közönséget közösségé formálni, ez nekünk is egy ilyen nagy izgalmas kihívás, úgyhogy én mindenképpen arra buzdítanálak titeket, hogy majd a cirkollektív projektünket kövessétek, és azért is, mert például itt próbáljuk majd ilyen nagyobb közösségi akciókkal is összehozni a cirkusz kedvelőket, tehát valami fajta zsonglőr rekord felállítására is készülünk, de egyébként pedig ott a Jutasi lakótelepen mintegy 20 ezer ember között próbálunk valamilyen hidat kialakítani a cirkusz által. Úgyhogy igen, és azt gondoltam, hogy itt fejeződik be ezen, de tényleg nagyon nagy anyaggal készültem. Itt a módszerek csoportosításánál ezt csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye konkrétan, hogyha egy oktatási modellt veszünk, ez egy korábbi, még a 70-es évekből származó módszereken alapul, akkor nagyon szépen látható az, és itt megint a könyvre hívnám fel a figyelmet, ahol rengeteg példát hozok fel arra, és erről szívesen beszélgetek veletek külön is, hogy arra, hogy a különböző módszerek mennyire másként tudnak megnyilvánulni a cirkuszon belül, hiszen mondjuk egy általános iskolában nagyon sokszor az oktató munkáján alapul, és az oktató az, aki a főszereplő egy óra keretében, míg nálunk nagyon fontos cél az, hogy az oktató vagy közös munkában legyen a tanulóval, vagy pedig tulajdonképpen inkább inspirálja a tanulónak a munkáját, de a tanuló álljon a középpontban. Illetve, hogyha ezt az oktatási folyamatban betöltött szerepe szerint nézzük, akkor nálunk például nagyon fontos ez a felfedezés és a kutatáson alapuló tanulás. Tehát, hogyha az új ismeret szerzésről ugye beszélünk, akkor mindig jó meghagyni ezt a fajta izgalmát és egy-egy célt kitűzni, de hogy milyen úton jut el oda a tanuló, azt inkább rábízzuk, és nekem az a tapasztalatom, hogy ezzel a sokkal nagyobb motiváltságot adunk neki a feladat elvégzéséhez. És az alkalmazás segítő, ugye itt megint csak, hogy az oktatási folyamatban, hogy most éppen új ismereteket tanulunk, vagy pedig éppen már meglévő ismereteketnek az alkalmazását segítjük, hogy ezeket, amikor gyakoroljuk, akkor nagyon sokszor nálunk ugye jellemző az, hogy ezeket párosan, kis csoportban gyakoroljuk, szintén ugye nem a tanár vezetésével zajlik, hanem van önálló gyakorlásra mindig idő, és tulajdonképpen az oktató az inkább körbejár és segíti, és asszisztálja a tanulónak a munkáját. Illetve ez a vetésforgó módszer, hogy nagyon sokféle dologgal foglalkozunk, amik utána egymásra tudnak hatni, és sokféle területben tudnak egyszerre gyakorolni. És az útvonalak pályák tervezése, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Szintén, amikor többféle
akár 8-10 féle feladatot állítunk egymás után, és ezeket akár egy ilyen kis mesekeretbe, vagy egy adott koncepció, vagy egy adott tematika keretébe helyezhetjük. Tehát, hogy például, nem tudom, úgy gyakoroltatok zsonglőrt egy gyerekórán, hogy azt mondom, hogy ma a bolygókról, bolygók kapcsán megyünk végig, és akkor az egyik bolygóhoz kapcsolódóan az egyik eszközt, a másik bolygóhoz kapcsolódóan a másik eszközt vonjuk be, de akár ugyanígy egy lehet az egyik állomás egy trapéz, a másik állomáson pedig bukfenceznie kell, és így mennek végig útvonalakon, ahol különböző mozgásformákkal találkoznak. És itt megint csak azért hangsúlyozom ezt, hogy mennyire sokféle módja van annak, hogy tulajdonképpen a tanár az háttérben maradva, egy jó keretet kialakítva tud egy izgalmas közeget teremteni a résztvevők számára. És hát az információ típusa szerint itt mindenképp ugye nálunk a verbális az viszonylag háttérbe szorul, leginkább a felnőtt órákon szoktunk átadni úgy, hogy magyarázattal mondjuk el, hogy mi miért, hogyan van, de inkább a mozgás másolással, vagy pedig az asszisztált mozgásokkal, tehát hogy úgy érünk el valamit, hogy ő tulajdonképpen lemásol egy mozgást, és abban a másolási folyamatban segítjük őt. De itt szeretném azt is megemlíteni, hogy amikor már végképp valamelyik tanulónk nem hajlandó részt venni a foglalkozáson, akkor még mindig lehet neki olyan feladatokat adni, ami a digitális világban a cirkuszt valahogyan behozza, tehát vannak zsonglőr applikációk, vannak olyan játékok, amik cirkuszi dolgokat szimulálnak, és különböző vetítések által, vagy akár ilyen VR élmény által is lehet közelebb hozni a cirkuszt a tanulókhoz. És akkor itt még az induktív-deduktív módszer volt ebben a felosztásban, amit én mindenképpen azt gondolom, hogy ez itt az asszisztált mozgástanulásra térnék vissza. Tehát ugye induktív az, amikor egyenként felépítünk egy folyamatot, és deduktív az, amikor a végéről bontjuk le, és én például nagyon hiszek abban a szaltó tanulásban, amikor tulajdonképpen megcsináljuk a szaltót, akár egy launchban, akár két segítővel, de hogy erre még én is képes voltam, aki mondjuk nem tudok szaltózni, de hogy átélhettem a szaltónak az élményét, és ezt egyébként, hogyha megfelelő ismétlés számmal ez el tud vezetni odáig, hogy az ember tényleg megtanulja az adott mozgásformát. Hát ezzel most csak nagyon végig nyargaltunk, de hogy mindenképpen ajánlom, hogy a könyvben ebben nézzetek még kicsit utána, ott vannak példák, illetve erről is szívesen ötletelek veletek. Úgyhogy nagyon köszönöm a kitartó figyelmeteket, és tulajdonképpen én most akkor kezdeményeznék egy kellemes beszélgetést, és aki pedig ezt később nézi meg, annak pedig a kommentjeit várjuk szeretettel. Nagyon szépen köszönjük, Veronika, ezt a hihetetlen tartalmas prezentációt. Ez lett a sorozatunkban az eddigi leghosszabb egyébként, és azt érzem, hogy még rengeteg maradt benned, úgyhogy reméljük, hogy majd még folytatjuk tovább, de szerencsére hagytál elég tartalmat a többi előadónak is. És igen, köszönjük nektek is, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy végighallgattátok, és szeretnénk, hogyha folytatnánk ezt tovább. Ugye a zsonglőr.hu-t már itt végiglinkeltem egyébként közben, amit emlegetett Veronika, és hát akik meg ugye utólag nézik, ők is megtalálhatják például a zsonglőr.hu-n fölül a tudástár fület, és ott rengeteg hasznos információt találhattok. A Cirkusz Mindenki oldalunk az Facebookon is jelen van, úgyhogy ott is érdemes bekövetni, mert mindig igyekszünk napra készen mutatni azokat a projekteket, amikben benne vagyunk. És bármikor, hogyha kérdésetek van, akkor az infobook, a zsonglőr.hu-ra várjuk a leveleiteket, megkereséseket, akár együttműködések kapcsán is.
És hát a webinárom sorozaton folytatódik, úgyhogy aki regisztrál, az részt vehet rajta, és utána pedig a felvétel elejtése után ma is egy kötetlen beszélgetésbe folytatjuk tovább. Nagyon sok izgalmas kérdés érkezett most is, és erről fogunk most beszélgetni. A többieknek és az utolagos nézőiknek pedig viszontlátás, és a cirkusz mindenki, és szervusztok!